Nagyszerű döntést hoztál, amikor elhatároztad, hogy az FG Express üzlettel fogod megváltoztatni a jövődet, és ez lesz az az üzlet, amiben meg is fogsz tudni valósítani mindent. Ahhoz, hogy a regisztrációt megkönnyítsem, csináltam ezt a segéd videót. Ebben minden fontos lépést megmutatok. Kövesd ezeket a lépéseket, és nagyon egyszerű és gyors lesz ez a folyamat. Azon az oldalon, ahol ezt a videót látod, könnyen meg fogod találni azt a linket, amire ha rákattintasz az ilyen FG express es weboldalamra fogsz eljutni, ez az az oldal, amit itt a képernyőn látsz most. A regisztrációt a jobb felső sarokban látható Join feliratra kattintva tudod elindítani. Kattints rá, rá A következő oldalon választ ki az országnak a nevét, ahonnan regisztrálsz, ugye jelen esetben, ha Magyarországon vagy, akkor válasz ki a hangeri feliratot, amikor rákattintasz az ország nevére, azon az, be is kerül a videót látod, kiválaszt egy linket, mezőbe, amire ha rákattintasz, és ezzel egy időben megjelenik itt fog egy PDF dokumentum felhasználói feltételekkel. Kérlek szépen, hogy olvasd el ezeket a feltételeket, és hogyha megértetted, hogy miről van benne szó, akkor kattints rá az alatta található kis jelölőnézetbe, Itt jelölöd azt, hogy elfogadtad és megértetted ezeket a feltételeket. Hogyha ez is rendben van, akkor kattints rá a zöld Submit gombra, és ezzel átkerülsz arra az oldalra, ahol az első vásárlásodba, tulajdonképpen ugye a regisztráció az, az első vásárlást is jelenti, arra az oldalra, ahol a induló csomagodat ki tudod választani. Hadd hívjam föl itt egy nagyon fontos dologra a figyelmedet. Az induláskor többféle lehetőséged van, többféle csomagból is tudsz választani, sokféle lehetőséged van erre, de én most hadd javasoljak itt neked hármat azok közül, a csomagok közül, amivel a legjobb döntést hozott, ha ezek közül választod valamelyiket. Nézzük meg az elsőt, amit itt látsz. A konzumer pakkal egy nagyszerű választásod van, hogyha ezt a csomagot választod az induláshoz, hiszen itt a Alaptermékeink közül olyan áron, olyan kedvező áron juthatsz hozzá ezekhez a termékekhez, ahol máské, máshol semmiféleké. Hogyha ezt a csomagot választod, itt 33 dollárt fogsz megtakarítani, hiszen a két csomag Power Strips és az egy csomag Beauty Strips, amit tartalmaz ez a csomag, ha külön vennéd meg őket, ennyivel többet kéne érte fizetned. Ez egy nagyon-nagyon jó választás, hogyha ezt a csomagot választod. Illetve figyelmetben ajánlom még a starter pakkot, amit itt középen látsz, illetve az all-star pakkot, all-star csomagot. Mikor ajánlom, hogy válaszd ezt a, ezek közül a csomagok közül valamelyiket? Hát akkor, hogyha te nagyon nagy üzletet akarsz építeni, és gyorsan akarsz elindulni. A legnagyobb előny ebben a két csomagban, amellett, hogy a termékeket itt is nagyon kedvező áron kapod meg, az, hogy egy olyan, helyzetből indulhatsz itt az üzletünkben, mintha már kétcsillagos szintet értél volna el. A két csillagos szint az már egy elég jó kereseti lehetőséget biztosít, és ezt a szintet birtokolhatod 12 napig, úgy is, hogy még effektíven nem érted el ezt a két szintet, de úgy kapsz kifizetéseket és minden bónuszt úgy kapsz meg, mintha már kétcsillagos lennél. Tehát, ha te gyorsan akarsz elindulni, és gyorsan akarsz sok pénzt keresni, akkor javaslom, hogy ezek közül válaszd valamelyiket. Természetesen van más lehetőséged is. Ha nem akarsz ennyi pénzzel indulni, mint amennyi, mert ezek a csomagok kerülnek, akkor választhatsz másikat is. Itt erre a szürke gombra, ha rákattintasz, akkor sok-sokféle csomag és sok-sokféle kezdő lehetőség közül választhatsz, válaszd azt, amelyik neked szimpatikus, én most a példakedvéért azt mutatom meg, ami a minimális aktivitáshoz, és minimális kezdéshez szükséges, ennél kisebb értékű csomagot már nem lehet választani. Ez a Power Strips Enrollment csomag, pontosabban ebben egy termék van, egy csomag Power Strips termék, 50 pont értékű a csomag, 77,74 dollárba kerül, ennél kisebb értékű csomag nincsen. Én most ennek a példája mutatom meg, hogy hogy folyik tovább a regisztráció, de te válaszd azt a csomagot, amit szeretnél, beauty strips-et akár, vagy több csomag, termék legyen benne, ha melyik neked a legszimpatikusabb. Na nézzük, amikor kiválasztottad a számodra megfelelő csomagot, kattints az alatta található zöld gombra, ezzel átkerülünk egy olyan oldalra, amikor az autoship-et tudod beállítani. Ezt fontos tudnod, hogy a havi aktivitásnak a feltétele, illetve hát az aktivitásnak a feltétele és a jutalékhoz jutásnak a feltétele az a havi Vásárlás, minimum 50 pont értékű vásárlás. Hogyha most ezt itt beállítod, beállítod, akkor erre a későbbiek során nincsen gondod. Ezt a webirodában is meg lehetne tenni természetesen, de most ezt a legegyszerűbb megcsinálni. És uh, ilyenkor már nincsen gondod a későbbiek során arra, hogy ezt hogy állítsd be, mikor állítsd be. Ezt most automatikusan meg lehet tenni, és most a legegyszerűbb megtenni. Uh, és uh, itt is természetesen sokféle lehetőséged van, hogy milyen terméket akarsz megvásárolni. A legjobb választás, ahogy itt is látod, ez egy havonta 174 és fél dollárba kerülő csomag tulajdonképpen, viszont itt borzasztó kedvező áron jutsz hozzá, és sokkal kedvezőbb, mint ha egyesével vennéd meg ezeket a csomagokat természetesen. Hogyha ezt választanád, egyszerűen kattints erre a piros gombra, amit itt látsz alatta, de ha nem akarsz ekkora összeget minden hónapban fizetni az automata vásárlásodért, akkor választasz mást is természetesen. Még egy fontos indok amellett, hogy legalább 100 pont értékű terméket vásárolj minden hónapban, az az, hogy így használhatod ki a maximálisan elérhető jutalékot is a bináris jutalékunkból, 50 pont értékű vásárlás esetén, havi vásárlás esetén ez 8%, viszont 100 pont értékű vagy annál nagyobb vásárlás esetén ez már 12% ez a jutalék. Tehát már csak ezért is érdemes magasabb értékű autósípet beállítani. No de ha te nem akarsz ennyit minden hónapban vásárolni, akkor itt alatt lejjebb egy picivel találod ezt a szürke gombot. Kattints erre rá, és itt sok-sokféle lehetőséget fogsz látni, én most ezek közül egyet választottam itt, ezt a Power Strips Autoship-nek nevezett csom, ö, Autoship beállítási lehetőséget, ez 67,2 dollár 28 naponként ez az Autoship, ennél kisebb csomagot nem tudsz választani, ez az minimálisan szükséges 50 pont értékű Autoship. Természetesen itt is sokféle lehetőséged van, válaszd azt, amelyik neked a legjobban tetszik. Én most ezen a példán fogom megmutatni, hogy innen hogy folytatódik tovább a regisztráció kattints a kiválasztott autósi beállítás alatti zöld gombra, ezzel létrejön az autósi beállítás, és innen folytatható tovább majd a regisztráció. Természetesen az is lehet, hogy te most nem akarsz autósipet beállítani, ilyenkor az oldal alján találsz egy szürke gombot, és akkor ugyanúgy folytatódik tovább a regisztráció, csak itt nem lesz az autósip beállítva, de javaslom mindenképpen állítsd be magadnak autósipet. Na nézzük, hogy folytatódik tovább, akkor innen a regisztráció. Adatlapot kell most kitöltened, ahol személyes adatokat kell először is megadni. A first name mezőbe keresztnevedet, last name mezőbe a vezetéknevedet, írd be. Nem kell, hogy ékezetes betűket használj, ha van a nevedben, akkor sem. Az angol nyelvű rendszerek nem igazán szeretik az betű, ékezetes betűket, ebből nem lesz semmi gond most. Úgyhogy nyugodtan add meg így a nevedet. Az alatta levő mezőbe egyszerűen kattints bele, ide a rendszer beilleszti majd azt a nevet, amit te megadtál. Hogyha cégként regisztrálsz, erre is megvan a lehetőséged, akkor a kampány mezőbe írd be a cégednek a nevét. Telefonszám mezőbe add meg a telefonszámodat, ide megadhatsz természetesen mobiltelefonszámot is. A fontos az, hogy plusz 36-tal kezd, aztán a körzetszám, aztán a telefonszám. A mobiltelefonszám és a fax mezőt, ez opció, ha akarod, megadhatod ezeket is, de nem szükséges. E-mail cím mezőbe írd be azt az e-mail címet, amit, amit, biztosan használsz, ami élő e-mail cím, ugyanis ide fogsz kapni minden fontos információt ezen túl, ami a felhasználói fiókoddal és az üzleteddel kapcsolatos. Hogyha bejelölöd ezt a kis, bejelöl, ezt a kis négyzetet itt, akkor meg fogod kapni a céges e-maileket. Javaslom, hogy jelöld be, hiszen sok fontos információt fogsz kapni benne. Nyelvet be tudsz itt állítani, egyelőre még magyar nyelv nincsen, hamarosan már lesz, én azt javaslom, hagyd az angolt alapbeállításként. Ha csak nem tudsz valamilyen más idegen nyelvet jól, van még néhány lehetőség, ezeket megnézheted. A következőben, ezen az oldalon egy kicsit lejjebb, az otthoni címedet kell beállítani, ugye az ország már itt van, Hungary, a home address mezőbe írva az utca nevét, ahol élsz, illetve a házszámot, nem kell pontot írnod, ezt nem fogja elfogadni a rendszer, egyszerűen csak a számot ír le. A, köve a következő a City mező legyen, ide a település nevét, ahol élsz, válaszd ki, aztán a State mezőben a legördülő menüből válaszd ki a megyének a nevét, szintén ahol élsz, illetve van jó néhány városnak, nagyobb városnak is a neve, hogyha megtalálod közöttük annak a városnak a nevét, ahol élsz, akkor válaszd ki azt, és az fog ide bekerülni. És aztán a ZIP mezőbe írd be településednek a postai irányítószámát. Menjünk egy kicsit lejjebb ezen az oldalon, a webirodádra vonatkozó adatokat fogod itt megadni. Először is válasz felhasználó nevet, ami fontos itt, én csupa kisbetűvel írtam be ide mindent, látod, nem lehet space, tehát nem lehet szünet a karakterek között. Ezt, hogy mit választasz, ez teljesen mindegy, ez, ez fogja beazonosítani, és ezzel tudsz majd bejelentkezni a webirodádba. Aztán válasz jelszót, ugye általános szabály jelszóválasztásnál legalább 8 karakter számok, kisbetűk, nagybetűk vegyesen legyenek benne, viszont itt sem lehet space a karakterek között, majd ismételd meg ezt a, a jelszót, hogyha bejelölöd ezt a kis jelölő négyzetet, akkor láthatóvá válik, hogy mit írtál be a két mezőbe, de a rendszer egyébként jelzi, hogyha nem egyforma a két jelszó, amit itt megadtál. Egy nagyon fontos mező következik most, a saját websájtodnak, weboldaladnak, FG Expresses weboldaladnak a nevét kell most itt megadjad. A hollapod neve így fog kinézni, ahogy itt látod, tehát az a név, amit itt megadsz, .fgexpress.com, így fog kinézni a hollapod. Javaslom ezt jól gondold meg, hogy mi lesz a weboldaladnak neve, ugyanis ezt látják majd az interneten, akik megtalálják a weboldaladat, a leendő üzlettársaid, vásárlóid, a webshopodat itt fogják látni, tehát ezt jól gondold meg, hogy mi lesz a név, amit itt megadsz. Amikor ez megvan, menjünk lejjebb ezen az oldalon, a szállítási információkat kell megadni, alaphelyzetből már a My Home Address, tehát az otthoni címed lesz a, a, szállítási cím, az, amit nem sokkal ezelőtt megadtál, hogyha más címre akarod a terméket kiszállítatni, akkor válaszd ezt a, a rádiogombot, be, ilyenkor megjelenik majd egy ablak, ahol az új címet meg tudod adni. A következőben kattints erre a feliratra, az a szállítási módszert fogod itt kiválasztani, ugye itt nincs túl sok választási lehetőség, Magyarországon a UPS szállítja házhoz ezeket a, a termékeket, kattints rá erre a feliratra, majd is az be fog kerülni ide a mezőbe. A következő részében ugyanennek az oldalnak egy picit lejjebb, ugye a fizetési információkat kell megadni, hitelkártyával, illetve bankkártyával fizethetsz, háromféle kártyát fogad el a rendszerünk, American Express, Mastercard és Visa kártyát. Mással ne is kísérletez, mert nem fogja elfogadni a rendszer. Hogyha ezt a kis jelölődénzetet bejelent, bejelölöd, ez azt, ezzel azt fogadod el, hogy az automata vásárlás szintén ugyanerről a kártyáról fogja majd minden 28 napban levonni a rendszer. És most uh, itt a kártya adatokat kell majd megadni. Elsőként a nevedet írd be, Ebbe a mezőbe, itt fontos, úgy, ahogy a kártyán szerepel, nem kell csupán nagybetűvel írhatod, kisbetűvel viszont itt már feltétlenül írj ékezetes betűket, hogyha van a nevedben olyan. A következő mezőbe írd be a kártyádnak a számát, ez egy 16 jegyű szám a kártya első oldalán fogod megtalálni. Lejjebb válaszd ki, a kártyád lejárati idejét, ez a kártyaszám alatt fogod megtalálni két kétjegyű szám egy perjellel elválasztva, az első a hónap neve, ha ide a nyírra kattintasz, akkor egy legördülő menüt fogsz látni, választ ki a hónapot, mellette szintén a legördülő menüből az évszámot választ ki. És aztán az utolsó, ez a CVC, ez egy biztonsági kód, a kártyát hátoldalán fogod megtalálni, egy háromjegyű szám, jól elkülönülve mindentől ezt a számot, ezt a háromjegyű számot kell ide beírnod. Még egy kérdést föltesz itt ez az adatlap, mi legyen a számlázási cím, hogyha meghagyod ezt a beállítást, akkor a számlán az otthoni címet fog szerepelni, hogyha a másik rádiógombot választod ki, akkor itt bármilyen címet megadhatsz, amire a számla szóljon. Amikor mindent elvégeztél, akkor a Submit gombra kell, hogy rákattints. Előfordulhat itt olyan, hogy azt jelzi ki, és az egy piros felirat lesz itt valahol, ezen a részen, hogy nem érvényes a kártya, vagy a kártya adatok nem jók. Ilyenkor ne ijedj meg, ha ezt a, ezek közül a kártya típusok közül használtál, az előfordulhat néha, hogy ezt az információt jelzi ki, ilyenkor ne aggódj, frissítsd le az oldalt, és töltess be újra, Tölts ki újra ezt az egész adatlapot, amit most végigmentünk, és másodikra már biztos vagyok benne, hogy el fogja fogadni. Amikor minden megtörtént, nem kapsz hibaüzenetet, kattints rá a Submit gombra, ilyenkor látni fogod újra azt az adatlapot, amit már kitöltöttél, rajta azokkal az adatokkal, amit már megadtál, és a vásárlásodra vonatkozó adatokkal is. Ugye látod az autósi beállításodat és a mostani vásárlásodnak az adatait, látod az összesítését is ennek a vásárlásnak információkat, és így tovább, és így tovább. Egy fontos dologra, hívom fel a figyelmedet, találsz egy angol nyelvű szöveget itt, amiben a szállítási és számlázási információknak a megértését kell elfogadnod, kattints erre a kis jelölő négyzete, ezt mindenképpen meg kell tenned, ezt jelöld be, mert különben nem fog tudni megtörténni a vásárlás és a regisztráció. Ebben a zöld mezőben is találsz egy jelölő négyzetet, ha ezt bejelölöd itt, azt fogadod el, hogy a számlád, hogyha nem egész összegre végződik, tehát valamilyen tört számra végződik, akkor a számlázáskor ezt fölkerekíti a rendszer egészre, és a valóságos összeg és a kerekítés közötti különbséget, tehát azt a néhány tized dollárt azt a jótékony célra fogod fölajánlani. Ez egy nemes gesztus lehet tőled, hogy ezt megteszed, de természetesen nem muszáj. Amikor itt mindent bejelöltél, a vásárlás véglegesítéséhez kattints a Submit gombra. Ezzel megtörtént a regisztráció, létrejött az első vásárlásod, és azonnal létrejön a webirodát. Egy oldalt fogsz látni most, amit én nem tudok itt megmutatni, mert ez csak a regisztráció után látható. Ez egy üdvözlő oldal, és amikor ezt látod, akkor megnyugodhatsz, minden rendben van. Két dolog történik, egyrészt azonnal létrejött a webirodád, másrészt innentől pontosan öt nap múlva Magyarországon 5 munkanap múlva meg fogod kapni az általad megvásárolt terméket, illetve itt most háromféle dolgot tehetsz meg, az egyik ezek közül, és hogyha a baloldalék gombra kattintasz, azonnal be tudsz lépni már a webirodádba. Ezen a ponton, ha ez megtörtént, mindenféleképpen keresd meg engem, mert. A webirodában egy fontos beállítást meg kell tenni, amit most a legkönnyebb és legegyszerűbb megcsinálni, bármikor meg lehet természetesen, de itt most ebben a lépésben meg tudod tenni. Vagy ha másért nem, legalább azért lép be a webirodába, hogy lásd, hogy hogy néz ki, hogy milyen, és hogy fogják segíteni az üzletednek az építését. Természetesen, amint üzletépítő lettél, és a támogató oldalra is, a támogató rendszerünkbe is regisztráltál, sok segédvideót fogsz találni, ami a webirodádnak a használatában a segítségedre lesz. Én köszönöm a figyelmedet, remélem, hogy tudtam segíteni, és nagyon bízom abban, és biztos vagyok abban, hogy az FG Express üzlet az az üzlet lesz a számodra is, ahol meg fogod találni a sikert, és el fogod tudni érni a céljaidat. Üdvözöllek a csapatban, sok sikert neked, köszönöm a figyelmedet, Szilágyi György vagyok, szia!